Sok szeretettel köszöntök mindenkit húsvéti ünnepi istentiszteletünkön a feltámadott Úr Jézus Krisztus szavaival. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, az nem hal meg soha örökké. Hiszed-e ezt? Így lehet kegyelem nékünk és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, az értünk önmagát odaadó, de feltámadott, ma is élő Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istentiszteletünk kezdetén fennállva a 185. énekünk egyetlen versét énekeljük el. 185. dicséretünk, húsvéti énekünk, Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Helyünket elfoglalva folytassuk Istenünk magasztalását húsvét ünnepében. 356. dicséretünk mind az öt versét énekeljük el. 356. dicséretünk így kezdődik. Felvirradt áldott szép napunk, ma teljes szívvel vígadunk.
Helyünkön maradva hallgassuk meg a feltámadás öröm üzenetének történetét, amint olvashatjuk azt Máté evangéliumában. A Máté írása szerinti evangélium 28. fejezetében, annak első 10 versében a következőképpen. Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal, ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadta, mint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halálból, és előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta, legyetek üdvözölve. Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjenek el Galileába, és ott meglátnak engem. Isten tegye áldottá az ő igéjét, húsvét ünnepében is, hogy annak ne csupán hallgatói legyünk, hanem meghallói, szívünkbe fogadói és aszerint cselekvői. Gyertek, most ezért imádkozzunk. Áldott vagy, Úr Jézus Krisztus, mindenható Urunk, mennyei királyunk, mert húsvét hajnalán az a sír valóban nyitott volt. Mert húsvét hajnalán a sír üres volt, az a hatalmas kő elgördült, és amiképpen ott nagypénteken, azon a tragikus délutánon, a szomorúság napján felkiáltottál, elvégeztetett. Minden beteljesült, minden valóság lehetett húsvét hajnalára. Így áldunk és magasztalunk, Urunk, örömteli szívvel, örvendezve a mi életünkben, mert tudhatjuk, a nagypénteki szomorúság, a nagypénteki tragédia után, húsvét hajnalán az öröm, az örvendezés, a reménység, a bizonyosság napja jöhetett el a mi életünkben. Így állunk meg, Uram, most is előtted, a mi szívünk hálájával, reménységével, azzal a bizonyossággal, hogy amiképpen te feltámadtál a halálból, minket is feltámasztasz majd egykor. És már itt ebben a földi létben bizonyosságunk lehet, hogy te győztél, Úr vagy a halál, a kárhozat, az elmúlás felett, és ezt a diadalt nekünk is ide akarod adni. Így kérünk, lelked által légy jelen ma is közöttünk. Áld meg ünnepünket, áld meg hálaadásunkat. Jöjj velünk a feltámadás ünnepébe, hogy valóban a feltámadott Úrral tudjunk találkozni. Te jöjj szembe velünk, Urunk, az igében, te jöjj szembe velünk az úrvacsora jegyeiben, hagyd tapasztaljuk meg jelenlétedet, irgalmadat, csodálatos kegyelmedet a mi életünkben. Köszönjük neked, hogy ezzel az örömmel jössz ma is felénk, és örvendezhetünk, mert Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Légy áldott a te irgalmadért, légy áldott a te csodádért. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 370. énekünk első versét énekeljük el. 370. dicséretünk első verse így kezdődik. Jövel Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Thank you.
Kedves husvéti gyülekezet, az az ige, amely által Istenünk szent lelkét segítségül hívva az ő örömüzenetét a mai ünnepünkben hirdetni kívánom, írva található az előbb felolvasott igeszakaszban, Máté evangélium a 28. fejezetében, a 9. vers első felében eképpen. És íme Jézus szembe jött az asszonyokkal, és ezt mondta nekik, legyetek üdvözölve. Foglaljuk el helyünket. Krisztus feltámadott, valóban feltámadott. Valhatjuk húsvét hajnalán a legnagyobb reménységgel, a legnagyobb bizonyossággal, hiszen talán már megtapasztalhattuk ennek bizonyosságát a mi életünkben. Azonban húsvét hajnalához közeledve, húsvét ünnepében látnunk kell azt, hogy feltámadás nincsen szenvedés, nincsen halál nélkül. Hiszen a feltámadás örömét nem lehet megélni a Golgota tragédiája, nagypéntek szomorúsága nélkül. Nem élhetjük meg annak örömét, hogy Krisztus feltámadott a halálból, ha vele együtt nem haltunk meg a mi bűneinkkel együtt, olvashatjuk egy helyen a Szentírásunkban. Hiszen úgy lehet részesülni Krisztus feltámadásában, az ő győzelmében, hogy az ő halálának részesei is kell, hogy legyünk. Éppen ezért a nagypénteki szomorúság, a nagypénteki tragédia, a nagyszombati csend és a húsvéti öröm, az az örvendezés, hogy Krisztus él és feltámadt a halálból, és ezért lehet reménységünk nekünk is már ebben a földi életben, szorosan össze kell, hogy tartozzon. Egyik hitvallási iratunk a Heidelbergi K.T. egyik kérdés feleletében ezt olvashatjuk, mit használ nekünk Krisztus feltámadása? És a válaszban többek között elmondjuk azt, feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket is részesítsen abban az igazságban, amelyet halálával szerzett nekünk. Az ő feltámadásával hihetjük húsvét ünnepében. Krisztus legyőzte a halált, Úr lett a kárhozat felett, és tette mindezt azért, hogy minket is részesíthessen ebben a győzelemben, abban az igazságban, amelyet ő ad ránk, amellyel elfedezi a mi bűneinket, amellyel a mi bűnös, halandó, nyomorult életünket elfedezi az Isten előtt, mert az Isten nem bennünket lát már, hanem Krisztust. Krisztuson keresztül tekint ránk a mi életünkre, és ezért lehetünk megigazult bűnösök, akik bár hordozzuk a bűn nyomorúságát testünkben, de ugyanakkor Krisztusban fehér ruhát ölthetünk fel, mert Isten, a mi atyánk, rajta keresztül szemléli a mi életünket. Akik együtt voltunk nagypénteken, Krisztus utolsó szavába kapaszkodtunk bele, amikor az ő erejét elveszítve, utolsó lehelletével felkiáltott és ezt mondta, elvégeztetett. És az ott lévő főpapok, vezetők, vallási előjárók talán azt élték meg, végre mindennek vége. Végre vége van a Krisztus ügynek. Meghalt ez a lázító, nincs több tévtanítás, végre nyugodtan élhetjük a mi életünket. Talán sokan egy vesztes kiáltásként élték ezt meg. Végre mindennek vége van, és mi győzedelmeskedtünk. Azonban, ahogyan elmondtam nagypénteken, ez a felkiáltás elvégeztetett, egy győzelmi kiáltás volt, egy csatahang, amely azt jelenti, hogy minden célba ért, beteljesült, megtörtént, valóság lett, és húsvét hajnalán ebbe kapaszkodhatunk bele újra, elvégeztetett. Valóban beteljesült mindaz, amit az Isten megígért nekünk, hiszen minden készen van. Az Isten terve, amelyet a mi üdvösségünkre nézve eltervezett, beteljesült, elkészült, teljessé vált. Az az áldozat, amit ott Krisztus a kereszten bemutatott, elegendő a mi összes bűnünkre, amíg a már elkövetett és a még el nem követett bűneinkre is. Mert Krisztus áldozata egyszeri és tökéletes volt ott a Golgotán. Elvégeztetett, megtörtént, valóság lett. Hiszen az Isten jót tervezett az én életem felől, és nagypénteken Isten jóságát, az ő szeretetét szemlélhetjük ott, a Golgotai kereszten. És húsvét hajnalán ez a szeretet, ez a kegyelem, ez az isteni jóság az, amely teljessé válhatott a mi életünkben,
amely valóban megtapasztalhatóvá válik a mindennapjainkba. Krisztus él, Krisztus feltámadott. Ez lehet a mi ünnepi öröm üzenetünk. Ez adhat reményt, bizonyosságot a mi életünkben. Hordozzunk bármilyen nehézséget, fájdalmat, betegséget, nyomorúságot a mi életünkben. Krisztus él, és általa mi is élünk. Énekeljük egyik énekünkben. A feltámadás történetében azt hallhattuk az evangéliumban, az asszonyok hajnalban, kora reggel indultak el a sírhoz. Indultak reggel korán, miután elmúlt a zsidó ünnep, a páska ünnepe, hogy búcsút vegyenek Krisztustól. Szomorú szívvel, a nagypénteki tragédiával, a nagypénteki szomorúsággal az ő lelkükben indultak el ahhoz a sírhoz, hogy Krisztus testét megkenjék, hogy utolsó végbúcsút vegyenek tőle. Az asszonyok elindultak nagypéntekhez képest harmadik napon, húsvét hajnalán, hogy búcsúzni menjenek Krisztustól. Ez a nagypénteki szomorúság, nagypénteki tragédia nehezedett az ő életükre, mert nem tudták, hogyan tovább. Nem tudták, mi adhat majd örömöt, újabb reményt, újabb bizonyosságot az ő életükben. Ó, hányszor hordozzuk talán mi is ezeket a terheket. Nem látunk reményt, nem látunk célt, nem tudjuk, hogyan tovább a mi életünkben. Mert talán azt érezzük, amit az asszonyok és a tanítványok éltek meg nagypéntek és nagyszombat napjaiban, minden elveszett. Krisztus halott, akire oda tettük a mi életünket, akiben reménykedtünk, most már nem él. Hát hogyan tovább? Mennyire emberi kérdések ezek? Mennyire lehetnének akár a mi kérdéseink is ezek? Mi a reménységem? Mi a célom? Mi a tervem? Hogyan tudom teljessé tenni az én életemet? Mi, vagy sokkal inkább ki az, aki képes betölteni az én életemet? És milyen jó, amikor valaki megörvendeztet bennünket. Amikor talán összezuhanunk, amikor hatalmas terhet hordozunk, amikor nem látunk reményt a mi életünkben, valaki odahajol hozzánk, és reményt, célt ad a mi életünkben. Milyen jó, amikor van valaki, aki örömhírrel fordul oda hozzánk. Azok az asszonyok, akik elindultak húsvét hajnalán, hogy megkenjék Krisztusnak halott testét, ugyanezt élték meg. Szükségük volt arra, hogy a kereszt halál megélése után valaki megörvendeztesse őket. Hogy valaki valamilyen örömhírrel forduljon oda hozzájuk. Hogy az ő elveszett helyzetükben reményt és célt találhassanak. Szükségük volt arra, hogy valaki megölelje őket. Az ő életüket a kezébe vegye. Ott húsvét hajnalán ez történt meg az asszonyokkal. Az az angyal, aki elhengerítette a követ, így szólt az asszonyokhoz, nincsen itt, mert feltámadt. Talán szíven ütötte először az asszonyokat ez a szó. Nincsen itt, hát hova tűnt? Hol lehet az a Krisztus, akiben reménykedtünk, akiért eljöttünk, akinek a testét meg akartuk kenni? Hol van az a Krisztus, akitől búcsút szerettünk volna venni, és most nem tudunk? Ti ne féljetek, mondja az angyal, mert tudom, hogy a megfeszített Krisztust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt. És talán ez a szó az, amely az asszonyokat leginkább szíven ütötte, amely az ő életük legteljesebb pontjába behatolt. Feltámadt. Valóság ez? Lehet ez? Hát láttuk már azt, hogy Krisztus feltámasztott embereket. Feltámasztotta Lázárt, a Nainéi fiút, feltámasztotta Jairus lányát, de ki támasztotta fel Krisztust? Hogyan élhet az az Úr, az a Mester, akiben reménykedtünk és akiben bíztunk? De az asszonyokban ott volt az öröm. Talán a félelem, a kétségbeesés, ahogyan olvashatjuk is az evangéliumban, de mégis elindultak, mert öröm volt az ő szívükben. Nincsen itt, mert feltámadt, él, visszatért a halálból, győzedelmeskedett a halál és a kárhozat felett. Olyan boldogító, mégis annyira hihetetlen az angyal szava. Nincsen itt, mert feltámadt. Az asszonyoknak megerősítésre, bizonyosságra volt szükségük, mert hallották az örömhírt, részesei voltak annak, hogy a test valóban nincs ott,
hogy Krisztus valóban feltámadhatott, de megerősítésre, bizonyosságra volt szükségük. És olyan csodálatos, hogy amikor a mi életünk kételkedik, amikor talán bizonytalanná válik a mi életünk, akkor Krisztus megerősít bennünket, akkor szembe jön velünk, akkor találkozik a mi életünkkel. Akkor azt élhetjük meg, hogy az a Krisztus, aki győzött a halál felett, aki Úr a mi életünkben, ő ezzel a bizonyossággal jön felénk. Jézus szembe jött velük. Olvastam az evangéliumban. Nem csak az örömhírt hallhatták meg ezek az asszonyok, hanem bizonyosságot is nyerhettek. És húsvét ünnepében ez a legcsodálatosabb számunkra is. Nem csak tudhatjuk, nem csak hallhatjuk. Krisztus feltámadott, valóban feltámadott. Nem csak az örömhírt hallhatjuk, hanem bizonyosságot is nyerünk. Bizonyosságot is nyerhetünk, hogy ez a hír nem hamis, nem egy képzelgés, nem valami olyan dolog, amit kitaláltak, hanem valóság az ember életében. Nem csak hallhatjuk az örömhírt, hanem bizonyosságot is nyerhetünk. Krisztus szembe jött ezekkel az asszonyokkal. És olyan csodálatos, hogy húsvét hajnalán, húsvét áldott ünnepén, a feltámadás öröm ünnepén velünk is szembe jön Jézus. Áldott találkozás lehet a feltámadottal. Áldott találkozás lehet azzal az Úrral, aki győzött a halál felett, aki Úr élet és halál fölött, aki Úr a mi életünk fölött is. Ilyen áldott találkozásunk lehet a feltámadottal az ő igéjében és az úrvacsorai közösségben, amikor valóságosan megérezhetjük azt, hogy Krisztus teste miképpen töretett meg és vére miképpen ontatott ki a mi bűneinkért, hogy Krisztus feltámadása mennyire valóság lehet a mi életünkben, hogy milyen bizonyosságot, milyen reménységet ad ez a mi életünkre nézve. Átéltük-e már ezt az örömöt? Teljessé lett-e így a mi életünk? Megéltük-e annak örömét? Jézus szembe jött velem, és megszólított. Közel jött. Az én életemben Úrrá akar lenni. Ahogyan az asszonyokat üdvözölte, engem is köszöntött. Legyetek üdvözölve. Olyan csodálatos olvasni ezt a néhány szót. Jézus szembe jött velük, és ezt mondta nekik. Legyetek üdvözölve. Szentírásunk eredeti nyelvén, az Új Szövetség görög nyelvezetében ez a szó, amit mi így olvasunk, legyetek üdvözölve, a szokásos görög üdvözlő köszöntés, üdvözlő formula volt. Ha nagyon egyszerűen, nagyon hétköznapi módon szeretném ezt megfogalmazni, Jézus ezt mondta az asszonyoknak, üdv néktek. Vagy ha a szó eredeti tövéhez szeretnénk visszatérni, akkor ez a szó azt jelenti örülni, örvendezni. Valahol Jézus így köszöntötte ezeket az asszonyokat, örüljetek, örvendezzetek. Milyen csodálatos húsvéti örömhír ez, mert erről szól ez az ünnep. Örülhetünk, örvendezhetünk, mert Krisztus feltámadott, Krisztus él, és ezért a mi életünknek is lehet reménysége, hogyha majd egykor ebből a földi létből el kell költöznünk, ő magához vesz bennünket, és életünk az örök élet hazájában teljesedik ki, és egykor majd vele együtt feltámadunk az örök életre. Krisztus szembe jött velük, és azt mondta nekik, és most húsvét ünnepében velünk is szembe jön, és minket is így köszönt, örvendezzetek, örüljetek. Örüljetek, mert feltámadtam, mert élek, mert ahogyan megígértem, legyőztem a halált, és Úr vagyok felette. És ez lehet reménységünk, ez lehet bizonyosságunk ebben a földi létben. Ma is ezzel köszönt bennünket Jézus, mikor szembe jön velünk. Örvendezzetek, örüljetek, mert húsvét üzenete erről kell, hogy szóljon. És amikor ez az örvendezés, ez az öröm ott van a mi szívünkben, akkor megtapasztaljuk húsvét csodáját. Megváltozik a mi életünk, akkor teljessé válik, akkor valóban beteljesedik az Isten akarata, jót tervezett el a mi életünk felől. Az ember élete, ha találkozik a feltámadott Krisztussal, meg kell, hogy változzon. Van egy film, amelynek az a címe Risen, a feltámadott, és ez a film arról szól, hogy miután Krisztus feltámadott a halálból, egy római katona
elindul, hogy kiderítse, mi is történt a holttesttel. Hogy a tanítványok azt hogyan tudták ellopni, hova tették el, és hol lehet a Krisztus teste. És ahogyan nyomoz ez a katona, ez a római százados, találkozik a feltámadott Úrral. Látja azt, akinek kezét és lábát átszegezte. Látta azt, akinek az oldalát átdöfte. Látta azt, akit megitatott az ecetes vízzel. Látta Krisztus arcát, Krisztus szenvedő tekintetét, és felismerte, valóban ő az. És ennek a katonának megváltozik az élete, ott hagyja a római századot, és bár nem Krisztus után a tanítványokkal, de mégis Krisztus követő életté válik. És a film utolsó mozzanata azzal fejeződik be, hogy ott ül egy fogadóban, és éppen elmondja a fogadósnak az ő történetét, és ez a fogadós megkérdezi tőle, te őszintén hiszel ebben. És ez a százados csak ennyit mond, abban hiszek, hogy sosem leszek a régi. Hát húsvét üzenete, húsvét csodája, húsvét valósága erről kell, hogy szóljon a mi életünkben is. Ha a feltámadottal való áldott találkozásunk volt, akkor sohasem lehetünk már a régiek, mert új életet és új reményt hozott nekünk. Feltámadás ünnepének ez az üzenete. Jézus legyőzte a halált. Jézus él, és mi is élünk. Ő új életet és új reményt hozott számunkra, és ezért örvendezhetünk. Ezért lehet öröm és hála a mi szívünkben. Halljátok meg hát egy jó hírt, emberek, Jézus feltámadott, valóban feltámadott. Amen. Imádkozzunk. Áldott vagy, Úr Jézus Krisztus, mert legyőzted a halált, és általa nekünk is az örök élet hazájának lehetőségét szerezted meg. Köszönjük neked azt, hogy ezzel a reménységgel állhatunk meg húsvét ünnepében. Ezzel a reménységgel szólíthatunk meg téged. Ez a bizonyosság lehet a mi szívünkben, amikor nehézséget, küzdelmet kell hordoznunk. Köszönjük, Urunk, hogy a nagypénteki szomorúság örvendezésé fordulhat át. Köszönjük neked, hogy ez az örvendezés ott lehet a mi szívünkben, és másokat is megörvendeztethetünk ezáltal. Kérünk, te légy az, aki szembe jössz velünk, nem csak húsvét ünnepében, hanem életünk minden egyes napján, hogy veled találkozzunk, hogy te légy az, aki köszöntesz bennünket, legyetek üdvözölve, örvendezzetek, mert ez az öröm kell, hogy betöltse a mi szívünket, a mi életünket. Így köszönjük, Urunk, húsvét hajnalát, a feltámadás öröm üzenetét. Köszönjük azt, hogy ezáltal nekünk is lehet reménységünk, bizodalmunk. Köszönjük neked, hogy ezáltal hozzád jöhetünk, és te meghallgatod a mi könyörgéseinket. Köszönjük neked, Urunk, hogy te ma is hívsz bennünket, nem csak az ige szaván keresztül, hanem az úrvacsorai közösségbe is, hogy megérezzük a te kegyelmedet, hogy kézzel fogható legyen számunkra, miképpen adtad oda önmagadat értünk, miképpen lett valóság számunkra a feltámadás csodája. Így kérünk, jöjj, és szenteld meg életünket, munkálkodj bennünk igéden keresztül, jöjj szent lelked által, továbbra is légy jelen közöttünk, úrvacsorai közösségünkben, hagy éljük meg jelenlétedet, a feltámadottal való élő találkozást. Köszönjük, hogy meghallgatod könyörgésünket, légy áldott, örökké a te irgalmadért. Amen. Nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el.
Helyünket elfoglalva hallgassuk meg hirdetésünket. Szomorú szívvel mégis Isten akaratát elfogadva hirdetem, hogy elhunyt Bencsik Ferencné, gyülekezetünk hűséges tagja, tiszteletbeli presbitere, temetéséről a család a későbbiekben intézkedik majd. Az Úristen adjon vigasztalást a gyászt hordozó család életére. Alkalmainkat hirdetem, holnap, húsvét másodnapján 9 óra 30-tól tartunk ünnepi istentiszteletet itt a templomban. Holnap az istentisztelet előtt 9 órától a gyermekeknek húsvéti csoki tojás vadászatot rendezünk itt a templomkertben. Reménység szerint jó idő lesz, és meg tudjuk tartani. Az alkalom rossz idő esetén viszont elmarad. Szeretettel hívogatjuk a gyermekeket, családokat, nem csak az istentiszteletre, hanem erre az alkalomra is. Április 11-e kedd, bár húsvét után vagyunk már, de még a tavaszi szünet része, a gyermekeket hívogatjuk a parókián található gyülekezeti terembe, a Ravasz László utca 7 szám alá, ahol 9 órától gyermek délelőttöt tartunk. Április 13-án csütörtökön a férfi kör tartja alkalmát este 6 órától a gyülekezeti teremben. Mindenkinek szeretnék magam, családom, a gyülekezet presbitériuma nevében áldott húsvéti ünnepet kívánni a feltámadottal való valódi találkozás közösségében. Az Úristen áldja meg életünket és közösségünket. Isten tiszteletünk folytatásaként az úrvacsorai közösségre készülve 436. dicséretünket énekeljük, 436. énekünk első 3 versét, 436. énekünk így kezdődik: örülj szívem, vigadj lelkem. Thank you.
Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, ami Atyának akarata szerint. Ővé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogy miképpen szerezte a mi Urunk az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsorán, megírták ezt az evangéliumot, de legrészletesebben Pál apostol adja elénk a korintusi gyülekezetnek írt első levelében, a 11. fejezet 23. és azt következő verseiben eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy azon az éjszakán, melyen az Úr Jézus elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: e pohár, am az új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzáteszi azért az apostol: vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért alszanak lelkileg számosan. Hallottuk Istenünknek igéjét, szemünk előtt vannak a látható jegyek, most hajtsuk meg fejünket, és imádságban valljuk meg a mi bűneinket Istenünknek, imádkozzunk a következőképpen. Mindenható mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk, tiéd legyen a dicsőség, hálaadás és magasztalás a mi életünkért, ezért a teremtett világért, az Úr Jézus eljöveteléért, haláláért és feltámadásáért. Uram, amik éppen a természet újjáélet tavasszal, ad életjen a mi életünk is újjá, a benned való hit által. Köszönjük, Urunk, hogy amik éppen a természet élettel töltődhet meg, te úgy szeretnéd a mi életünket is feltámasztani, betölteni, teljesíteni, hogy téged áldunk és magasztaljunk szüntelen a mi életünkben. Urunk, látod, hogy mennyire eltávolodtunk tőle, hogy az első bűnesek óta milyen távol kerültünk a te közelségedtől, a te kegyelmettől. De köszönjük, Urunk, hogy már ott az Éden kertben eldöntötted, hogy az embert nem szeretnéd elhagyni, magára hagyni az ő bűnében, hanem elküldted az Úr Jézust azért, hogy mentséget, menedéket, oltalmat nyújtson számunkra. Köszönjük neked így az ő életét, ebben a földi életben töltött 33 esztendeit, az ő áldozatát, húsvét hajnalát. Köszönjük neked, hogy ezzel a reménységgel jöhetünk most elé. Hozva a mi életünket, hozva a mi bűneinket, vétkeinket, nyomorúságunkat, minden hiába valóságunkat. Hozva a mi hálánkat, a mi örömünket, és a te lábad elé tehetjük azokat. A te jelenlétedben biztonságba helyezhetjük őket. Így kérünk, hogy te légy az, aki lelked által az úrvacsora jegyeiben szembe jössz velünk, hogy veled találkozhassunk, élő Úrral, hogy te szólíthass meg bennünket, örvendetek, mert Krisztus él, mert Krisztus feltámadott, és általa lehet reménységünk, már itt ebben a földi létben. Urunk, jövünk elé, semmit sem hozva, egyedül keresztedbe fogozva, bízva abban, hogy felruházol, bízva abban, hogy megszállod a mi életünket. Így kérünk, hogy jöjj, lelked által, ölelj körül bennünket, az Úrvacsora közösségével szenteld meg életünket, hagyj helyezzük lábad elé életünket, bűneinket, minden hiába valóságunkat. És kérünk, te tisztogasd életünket, te öltöztess fehér ruhába, a te jelenlétedben hadd újuljon meg életünk, veled való közösségünk. Köszönjük, hogy meghallgatod a könyörgésünket. Légy áldott, irgalmadért örökké. Amen. Vallást tettünk a mi bűneinkről, tegyünk vallást most a mi hitünkről is, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben,
mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lehet testvéreim, én, aki hitetekben nem kételkedem és nem is kételkedhetem, mindazonáltal egyházunk állandó gyakorlata szerint néhány kérdést intézek még hozzátok, melyekre valamennyien hitetek és meggyőződésetek szerint hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először is, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok és mindenestől fogva gyarló, esendő és bűnösök vagytok, akik saját előttől Isten ítélő székkel előtt meg nem állhatok, sőt, valám, büntetés és hálózat mérdezik. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e továbbá, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén, az ő Szent Fiát, az Úr Jézus Krisztust, ti életetek testben elbocsátotta, kinek egyszerű és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelméből a Jézus vérének értelméért, hit által megigazít. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlansággal öltöztetve, átvisz az ő örök dicsőségével. Ha igen, feleljétek, hiszem és hallom. Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Ha igen, feleljétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom. Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár te elhívott szolgálja. Hirdetem nektek a ti bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből, az ő Szent Fiáról mindannyiunk. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Éljetek hát szabadon. Amen.
bírunk az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsorán, így éltek vele az apostolok, reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így éltünk vele mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy magatokban Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, hanem viseljétek magatokat keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget és béketűnést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymásra valamit panaszatok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Jézus is megbocsátott ti néktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hivattatok is az egy testben. Mielőtt megtérnénk otthonainkba, emeljük fel szívünket Istenhez, és adjunk hálát neki velünk közölt ajándékáért. Imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, mindenható Istenünk, gondviselő mennyei atyánk, azért az irgalomért, amelyet Krisztusban láthatóvá tettél a mi életünkre nézve. Áldunk és magasztalunk, Urunk, mert méltó vagy erre a magasztalásra, mert méltó vagy a mi szívünk dicséretére. Köszönjük, Urunk, az úrvacsorai közösséget, köszönjük annak megtapasztalását, hogy jelen vagy, hogy amiképpen ez a falat kenyérés a kort volt, ami testünk részévé válhatott, olyan valóságosan töretett meg a te tested és mondhatott ki a véred, és olyan valóságosan léphetünk be a mennyek országába. Lelkileg ilyen valóságosan kerülhetünk közelbe hozzá, hogy a te részed lehessünk, hogy te a mi életünk részévé válhassál. Köszönjük, Urunk, Húsvét áldott csodáját, köszönjük a feltámadás örömüzenetét, köszönjük, hogy ezt megpecsételtük az úrvacsorai közösségben, hogy nem csak az örömként hallhattuk, hanem megerősítés, bizonyosságot is nyerhettünk. Te valóban élsz, és feltámadtál a halálból. Így kérünk, áld meg feltámadási ünnepünket, áld meg a velem való találkozást, jöjj velünk otthonainkba, családjainkba, te szenteld meg a közösségeinket, jöjj velünk az ünnep további részével, és kérünk, te kísérd bennünket tovább hétköznapjainkban, otthonunkból, munkahelyünkben, iskolában, oda, ahova éppen helyeztél bennünket. Kérünk, szentelj meg bennünket, áld meg gyülekezetünket, te adj nekünk növekedés, megújulás, benned való megerősödés. Imádkozunk, Urunk, vagy a nemzetünkért, te adj nekünk felébredés, megújulás a veled való közösségben. Urunk, hagyhozzuk elé beteg testvéreinket, te légy az ő gyógyító. Imádkozunk, Urunk, a gyász hordozókért, lelke által vigasztalad őket. És kérünk, Urunk, te hordozz továbbra is tenyereden bennünket, azzal az örömmel, azzal a hittel, amelyen ma elindítasz bennünket. Mert Krisztus él, és bátran hihetünk, valóban feltámadott. Ő érte, jövünk most elé a tőle tanult imádsággal is, amikor együtt közösen így emeljük fel szívünket hozzá. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Amen. Foglaljuk el helyünket és Isten tiszteletünk végére érve záró énekünket énekeljük. A 230. dicséretünket keressük meg énekeskönyvünkből. 230. dicséretünknek mind a több versét énekeljük el. Itt kezdődik ez a dicséretünk. Áll a Krisztus szent keresztje, elvonás és rom. Thank you.
Istenünknek áldását. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat kövessétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus is van, ahol az Isten jobbján ül. Az odafent alukkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek. Hatalmas dicsőségben. Amen. Hát, hogy